Különleges határvédelmi műveletbe kezdett Ukrajna a Belarus határnál. A művelet célja a határszakasz biztonságának és védelmének növelése, azaz annak megakadályozása, hogy illegális bevándorlók lépjenek be Belarus felől Ukrajnába. A határvédelmi műveletet a határőrség koordinálja, és részt vesznek benne a Nemzeti Gárda, a rendőrség, az ukrán fegyveres erők tagjai, valamint egyéb tartalékos állományok is. A határt főleg azokon a pontokon őrzik megerősítetten, ahol migráns csoportok betörésére lehet számítani. A közeli autópályákon ellenőrző pontokat állítanak fel, ellenőrzik a busz és vasút állomásokat, az alsóbbrendű utakon pedig járőrözni fognak. Az ukrán belügyminiszter pénteken azt mondta, a rendvédelmi szervek engedélyt kaptak arra, hogy fegyvert használjanak a Belarusból esetlegesen betörő migránsok ellen, ha azok veszélyt jelentenek rájuk.